azért vagyunk most itt, a francia konzulátus előtt, mert egy algériai bűnözőt, aki ellenállást tanúsított közúti ellenőrzés közben, lelőttek a rendőrök. Az Afrikából érkező migránsok pedig fellázadtak, és zavargások törtek ki Franciaország szerte. Az állítólagos szabadság jogaikért, francia állampolgárságukért vonultak utcára azok a bevándorlók, akik rendszeresen félelemben tartják az ottani fehér lakosságot. És ebben a legmodernebb kori szabadságharcnak új jelképe is született. Méghozzá a lapos tévé. Miközben ugyanis jogaikért küzdenek, városokat gyújtanak fel, kirakatokat törnek be, rabolnak és fosztogatnak. Egy 2019-es beszámoló a következő jelentést adta Párizs 18. kerületéről. Káosz, mocsok, kábítószerek, drogosok, utcai prostitúció, mindennapos verekedések, migránsbandák közötti leszámolások, késelések és más jellegű gyilkosságok. Maga a pokol. A 2015-ös migránsáradat óta állandóvá vált ez a rendkívüli állapot. A turistákat, a helyi lakosok és már a turistáknak szóló úti könyvek is figyelmeztetik a nógózónákra. Azért vagyunk most itt, mert mi nem akarunk a franciák sorsára jutni. Budapesti elnökünk is tisztán látja a helyzetet. Meg kell védenünk országunkat és fővárosunkat a migrációtól. Magyarország nem juthat Franciaország sorsára. Budapest nem juthat Párizs sorsára. Elsőként szólítom színpadra a Mi Hazánk budapesti elnökét, mai tüntetésünk főszervezőjét, Vékony Csongort. Tisztelt egybegyűltek, kedves bajtársaim! Köszönöm, hogy ma itt vagytok a Mi Hazánk mozgalom szolidaritási tüntetésén. Az első kérdés, ami tisztázni szükséges, hogy ki felé vagyunk szolidárisak. Sokan úgy gondolják, hogy a franciák megérdemelték, amit kaptak, hiszen ők engedték be a migránsokat. Mások azt mondják, hogy nem sajnálhatjuk őket, hiszen többek között nekik köszönhetjük a gyalázatos trianoni békediktátumot. A legtöbben pedig azok vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak azzal a jelenséggel, ami Franciaországban zajlik, mert éppen elég problémánk van Magyarországon is. Mindegyik állítás tartalmaz igazságot. De akkor mégis, kifelé vagyunk szolidárisak? Miért vagyunk ma itt? Azért, hogy kifejezésre juttassuk, nem juthatunk a franciák sorsára. Markánsabb fellépést követelünk a migránsok ellen. Az európai civilizáció, az európai drasz és a keresztény kultúra az, ami összeköt minket az őshonos fehér francia lakossággal, így szolidaritást vállalunk a közös európai életterünk ellen irányuló támadások minden elszenvedőjével. A liberális téveszme következtében árasztották el Európát a kultúridegen népek, de meg kell érteni, hogy Nyugat-Európa sorsa elválaszthatatlan Magyarország sorsától. Ha Európa elvész, Magyarország is vele pusztul. A Mi Hazánk szerint a migránsokat felhasználó, anarchiát előidéző csoportosulásokat fel kell számolni, az illegális bevándorlókat és az embercsempészeket szigorúbban kell büntetni. A másik kérdés, amit fontos megvizsgálnunk, hogy mi áll a háttérben. Mi az oka annak, hogy egész Franciaország lángokban állt, és hogy egyre több európai országra kiterjedt a több generációs és az elmúlt évtizedben beáramló migránsok lázadása. Az Amerikai Egyesült Államokban, amikor egy néger bűnöző rendőri intézkedés folyamán életét vesztette, milliók hajtottak térdet a négerek előtt. Ez is a fehér ember beholdoltatásának egyik vérlázító pillanata volt, melyet megelőzött egy több évszázados identitásfosztás. A liberális téveszmétől szenvedő életellenes erők célja a posztmodern, identitásfosztott embertípus létrehozása, és ennek az új embertípusnak a kreálása mára majdhogy nem teljesen befejeződött. Egy értékek nélküli társadalomban pedig egy életerős,
szilárd identitással rendelkező kultúridegen faj vagy vallás magától érthető módon kezd térhódításba. Pusztán egy legitimitást adó ürügyet kellett találni az élettérért folytatott harc nyílt kirobbantásához, és ez az ürügy most egy 17 éves, több bűntényt elkövető migránsbűnöző lelövése volt. Hozzá kell tegyük a teljes tisztánlátás érdekében, mint azt a felkonferáló előttem is mondta, hogy ezt a bűnözőt rendőri igazoltatás közben ellenszegülés miatt lőtték le. Arról kellene beszélni minden egyes nap, hogy aki idegen kultúrájú migrációt bármilyen módon támogat, az Európa halálos ítéletét írja alá. Számtalanszor elmondtam már, hogy évszázadok óta szemtanúi lehetünk a szándékos identitáspusztításnak. Előbb a vallási, majd a nemzeti identitást és a rasztudatot pusztították, végül pedig a nemi identitás válságát idézték elő. A mi hazánk ennek a folyamatnak akar véget vetni. A feketék sajnáltatása, majd egyenlővé tétele volt az első lépés csak úgy, mint az aberáltak társaságánál az LMBTQ kérdéskörnél. A következő lépés pedig már a fekete büszkeség hirdetése és a Pride megszervezése volt. A kötelező toleranciát is meghaladva most jutottunk el a behódoltatás folyamatához. Az életellenes erők azt hirdetik, hogy kötelező védelmünkbe venni minden idegen fajtához, kultúrához tartozó embert és a deviáns szexuális irányultsághoz vagy más kisebbséghez tartozó elemeket egyaránt. A nyugat ebbe fog belebukni, Franciaország emiatt a gondolkodás miatt állt lángokban, és ez vár ránk is, ha nem ébred fel a magyar társadalom. A franciák sorsa összefügg a magyarok sorsával, ezt meg kell érteni. Szolidárisak vagyunk a hazájukat védő nemzeti érzelmi franciákkal, mert ahogy minden magyar felelős minden magyarért, úgy minden európai felelős minden európaiért. Meg kell érteni, hogy az európai drasz és a keresztény kultúra védelme érdekében felül kell emelkednünk a múlt sérelmein. Nem ragadhatunk le a múltban, akkor, amikor megszálló jelleggel fennmaradásunkat veszélyeztetik a délről érkező idegen hordák. Már rég nem azokat az időket éljük, amikor óvatosan kellene bánnunk a szavakkal. Újból elérkezett az az idő, amikor ki kell mondanunk, büszkék vagyunk magyarságunkra, büszkék vagyunk európaiságunkra, és készek vagyunk megtenni érte bármit. A migrációt meg kell állítani, de még ennél is nagyobb feladat áll előttünk. Le kell váltanunk az életellenes erők vezetőit Magyarország és nemzetközi szövetségeseinkkel karöltve Európa éléről, mert egyedül így leszünk képesek helyreállítani a régi rendet, melynek tartóoszlopa, három tartóoszlopa, az Isten, a haza és a család. Erre a feladatra hívjuk minden hazáját szerető magyar és európai testvérünket. Ezzel búcsúzom, Isten óvja Magyarországot, Isten óvja Európát.